Üdvözlök mindenkit! Urbex Gyula vagyok, itt van mellettem Zsolti. És ebben a videóban az előttünk látható elhagyatott síugró sáncot fogjuk megnézni. Szerinted el fogják hinni, hogy ezt előtte vettük? Nem! Nyomjuk! Gyerekek, megjöttünk a síugrósánc, az ezt kapjátok ki, valami egészen elképesztő látvány. Ott van maga a síugrósánc, és ugye működő terület, ugyanis a libegő az működik. Tehát az, mármint most nem tudom, hogy működik-e, de az egy működőképes libegő. És ott vannak ugye a kettő sánc, egy-kettő, és odaérkeztek régen, ott van az érkező pont. És ha jól emlékszem, akkor az ott egy emlékmű, amit meg fogunk nézni. Vagy valahol van egy emlékmű, ami szöveg is van. Szerintem az lesz. És Zsolti, fölmenjünk a tetejére valami? Valameddig menjünk már fel. Nézzük meg. Nézzük meg. Na, ott vannak fent, ez egy épület, ami el van hagyatva. Oda elvileg fel tudunk menni. Egyenes lépcső vezet fel, ha jól látom, az lépcső. Ja. Na, ja, ez nem is emlékmű, hanem ez volt maga a dobogó, látjátok? Ide állt az első, második és harmadik helyezett. Nem, emlékeztem, hogy itt van, de nem emlékeztem, hogy hogy néz ki pontosan. Ez a dobogó is megvan. De atya úristen, de jó. Szarajevo 84. Történelem. Zsoltival megvitattuk, hogy hol megyünk fel. A középső lépcsőn, tehát itt, mert én itt is át akarok menni, hogy érezzem, milyen az a hely, ahova érkeztek a síugrók. Ott is vannak, ha jól látom. Aha. Beszarás. Oda is fel, hát már a legtetején. Na jó van. Oda felmegyünk akkor. Zsoltival az előbb az a nevetünk, hogy minél közelebb érünk ehhez, annál nagyobbnak tűnik az egész építmény. Talán így visszaadja. Hát nehezebb, mint gondoltam. Durva, hogy itt 39-40 évvel ezelőtt milyen élet volt. Szerencsére rengeteg videó fellelhető a 84-es olimpiáról, így meg tudom mutatni, mekkora élet volt itt annó. Hello everybody, I'm Keith Jackson, along with Jay Rand, our analyst and expert commentator and former Olympian. A síugrósáncok Szarajevo délnyugati részén helyezkednek el, alig néhány kilométerre az előző videóban bemutatott Igman Hoteltől. Az építkezés 1980-ban kezdődött és 1982-ig tartott, pont úgy, mint a hotel esetében. Az első ugrásokat 1983 telén tették meg. A kisebb sánc legmagasabb pontja 90, a nagyobbé pedig 112 méter magasan van. A síugró sáncok csak a téli olimpia idején működtek, ami azt jelenti, hogy a két hatalmas vasbeton monstrumot 1984. február 12 és február 18 között, vagyis csupán egy hétig használták. Hogy ezt követően valamikor működött-e még a síugró, arról semmi információt nem találtam. Az olimpia után a funkciójukat vesztett sáncokat lebontani egy kisebb vagyon lett volna, így meghagyták őket mementónak. A délszláv háborúban Szarajevo ostromában az Igman-hegységben is folytak harcok, szerb mesterlövészeknek pedig a síugrósáncok tökéletes fedezéket és kilátást biztosítottak. Az egykor díjátadó ünnepségre használt díszes emelvény a háborúban kivégzések színhelye is volt. Az áldozatokat többnyire dobogó első fogára állították, majd szitává lőtték őket. Az emelvényt a háború után felújították, átfestették, a golyónyomokat pedig befoltozták. Hogy? Fájdalmas lesz, ja. Nézzétek csak. Mondjuk itt a lépcső már könnyebb amúgy. Na, onnan másztunk föl. Gyula még ott mászik. És oda megyünk föl, mármint oda. Nem itt megyek át, hanem egyel följebb, mert ott. Ugye, hogy itt? Hát, talán itt könnyebb egy fokkal. Vannak még maradványok.
És akkor itt, aha, itt át tudok menni. Ott a Zsolti! Ideges? Na, itt át is lehet menni. Ez maga a pálya, tehát ide érkeztek. És onnan jöttek. Itt hátra esnék. Az kicsit fájna. Kemény. Na, megyek a Zsolti után. Felmegyek a házba én is. Szerintem az annyira izgalmas, hogy megér egy külön részt. Vagy nem tudom. Hát majd eldöntöm. Ez vajon milyen épület volt? Nem hiszem, hogy a hotel része. Ez volt a bírótorony, a felső szinten ültek a versenybírák. Ez az épület nyújtotta a legjobb belátási szöget a pályára. Hol ment be az ennek, Zsolti? Hol mentél be? Ja, van neki bejárata. Gondolom. Nem kell mászni az ablakon szerintem. Ugye? Ha lehet, hogy nem. Wow, de jó. Most komolyan megkerültem. Akkor csak kármeztek el az ablakon. Na hát, csak ablak volt. Mi a franc? Mi a franc? Valahol van kint kamera. Azt a betyár. Akkor gyorsan felmegyünk. Csupasz épület. Aha. Hát... nem tudom, hogy itt szobák voltak-e. Láttad azt a működő akármit? Hát valami kamerás doboz, vagy mi az? Hát akkor nem voltál a szobában, nem tudom, valami ott villogott. Hol? Ott lent a legalmas a szobában. Igen? Aha, wow! Hát akkor... hát azért mondom, hogy csinálsunk, volt effen? Jó, na. Kimegyek, jó? Jó van. Csak a lépcső. Jó. Aha. Volt még egy szint. Nagyjából ennyi. Ennyi észat. Azért megvan a feelingje. Hát azért már megérte. Itt is volt egy kisebb páholyi rész. Két ugró. Hogy van a Zsolti. Nyilván ez a kisebb, az a nagyobb. És a nagyobb alatt van egy alagút és át lehet menni. Hol menjünk fel? Szerintem a nagyobbikon felmegyek. Hát, szerintem jó. Hú! Merevek. Itt van a lépcső, csak annyira betakarta a természet. Aha. Ha. Hű, bakke. Ezt vegyem. Hát, nézzük meg. Azt mondom. Na, ugye itt volt valaha valami lépcsőszerű dolog meg a másik felén is. De hú, azért most kezd meredek lenni. Hú, hát lehet, hogy ez megér egy külön részt. Hát ez sokkal nagyobb feeling, mint gondoltam. Nem úgy, mint ami a Mátrában van, az is jó. De azért ez durvább, hát ugye ez betonból van. Hú, bakke. Ha, te jó ég. És valaki ezzel lesiklott. Jézusom. Ez valami eszmetlen durva.
Hú, gyerekek, kemény volt, de megvolt. Egy jó bemelegítésnek jó volt, nem? Következő célponthoz. Fú, de jó. Eszetlen jó volt. Na, és akkor itt van egy vízszintes rész, és innen van még egy lépcső. Aztán ugye másik vízszintes rész. Hogyha jönnek fel, ugye minél előbb be tudjanak jönni, azért volt ennyi ilyen vészbejáró. És itt van még egy, Zsolti felől, pedig teljesen felvisz ugye a lépcső egyenesen. Betyár jó. Belsőben pedig ilyen lépcsőház van, ami konkrét olyan, mint egy ilyen félbehagyott építkezésen a lépcsőház, nem? Igen, ja hát, sportolóknak persze. Szerintem én lépcsőnök. Hát ez a rész nem néz ki 40 évesnek. Ezt kell, hogy mondjam. Nézzük meg a tetejét. Hát egy egyszerűbb azért felérni, de ez kellett a hangulathoz, én azt mondom. Hú! Aha. Valami ilyesmi. Ez nagyjából ennyi. És innen már csak lefele megy az út. Hú! Hát megvan egy ilyen 25-30 méter. Na, Zsoltikám, fenn vagyunk. Jön a kilátás. Menjünk befele. Mit csinál? Majdnem elaludtál egy fél órás vezetéstől, és most meg... Hát, hogyha menni kell, akkor pörgök, bassz ide. Na, Zsolti rábeszélt, ezt is nézzük meg, igaz? Ha már itt vagyunk a kisebbiket... Olyan lelkes a Zsolti. Itt vagyunk Szarajevóba. Ami azért annyira nem szar, mint amennyi a levélben benne van, nem? Én alatt megreklámozik, hogy mindenkinek van át, csak alatt. Ja, rohadt jó. Na! És a másik. Hú! Kicsit kisebb. Kicsit sárga, kicsit sorgyú. Ja. Na, hát akkor már csak le kell menni. Zsolti? Lemegyünk. Csúszunk? Gyere, csúszunk. Tehát ennyi lett volna a szarajevói síugró sáncokra szóló videó. Úrbex Zsolt voltam, segítőadásom Zsolti volt. Zsolti, hogy érezted magad? Nagyon állat volt. Eszetlen jó volt felmászni. Úrbex Zsolt voltam, aztán ezt már mondtam. Sziasztok, minden link a leírásban. Puszi. Sziasztok. Oh, Jézusom, nem érzem a térdeimet. Ez kegyetlen jó volt. Itt ültek az emberek, itt ült az a John. Itt ült, és egy szurkolt. Jó, gyerünk! Ez az! Valahogy így volt, gondolom. Elképesztő így visszanézve, hogy oda felmentünk, jó ég.